Je veux, je veux, je veux. Csak itt renováltam magam. Vagy preparáltam valamelyik. Ez egészen elképesztő dolog, hogy Isten tényleg, ők így nagyon jól el voltak egy olyan téridő kontinuumban, amit mi fel se fogunk. Így hisszük, hogy van olyan, meg ő végtelen, meg ilyen, de hogy így valamelyikötök érti azt a szót, hogy végtelen? Na, ő érti. Te egy fizikus vagy, vagy valami ilyesmi. Nem semmi. Majd akkor beszélgetünk alkalom után, vagy írhatsz a menedzseremnek. De tényleg egészen elképesztő. Ők ott el voltak a tökéletes egységben. A tökéletes szót se tudjuk nagyon értelmezni, pláne mi magyarok, mely kicsit beleívódott a kultúránkba ez a jó lesz ez így is gondolat. És tökéletes egységben el voltak, és ők így kitalálták, hogy kéne, akarunk valakit, akit szeretünk nagyon. És az te vagy éppen, téged megteremtett. Vagy téged. Gondolj bele, most néha magadra nézel, amikor nem tetszik a napod, hogy milyen napod van, és arra kell gondolnod, hogy a világ mindenség ura téged megalkotott azért, hogy téged akarlak szeretni. Vagy nem tudom, vagy téged. Vagy engem. Na hát az majd egy másik tanítás lesz. Egészen elképesztő dolog ez, hogy Isten ezt jó kedvel csinálta, szeretetből. Egészen elképesztő. Értitek? Értitek, amire gondolok, vagy nem? Jó van, megy a fene. Akkor rátok bízom. Szóval Jonatán vagyok, Jota, röviden, az a megjegyezhető verzió. És nagyon, nagyon szeretem azt, hogy szeret Isten. És nagyon-nagyon jól esik, hogy a sokszor ilyen esetlen szeretetemet azt ő így rajong érte. És hogy elfogadja, és kegyelmes felém. Amiről szeretnék beszélni, és megpróbálom az időbe beleszűkíteni, az egy olyan történet a Bibliából, amikor Izrael egy nagyon kritikus helyzetben volt, és lehet, hogy ismeritek, vagy már előről hallottatok tanítást, ha nem mondtam újat, bocsánat. Mindenesetre, amikor Izrael ebben az időszakban ketté volt szakadva, és az egyik rész az volt Júda, meg ugye Jeruzsálem, meg Júda, és eleve ebben a történetben egy olyan helyzet volt, hogy már azelőtt jó sok háborúskodás volt, sőt, úgymond mai nyelven mondhatnánk úgy, hogy polgárháború, ugye belső konfliktusokat is egymást is írtották, nyúzták, kalapálták, és ez hát rendesen meggyengítette a népet, így nyilván a hadsereget is, tehát Izrael nagyon nem volt a toppon, se gazdaságilag, se társadalmilag, se hadügyileg. És nyilván, hát ugye az ellenség pont akkor támad meg, az ellenséget nem hagyja meg, hogy amikor támadni kell, hogy jaj, szegény, most gyenge, jó van, akkor nem bántom, jó van, na, akkor várok, hogy megerősödjön, de hogy is, még jobban, de jó, kihasználja azt, hogy gyenge vagy, nye, oda neki egy pofon. És ebben a helyzetben ugye történt az, hogy leállt a laptopom. Na, visszatért. Szóval ez ugye az a történet, ami a kettő krónikákban van, ami Jósafát király idejében volt, amikor ebben az Izraelnek ebben a helyzetében, vagy hát ugye most úgy nevezném, hogy Júda ennek a helyzetében egy háromszoros sereg üzent hadat, sőt, még csak nem is üzentek hadat, hanem elkezdtek konkrétan. Így adhok, úgy keltek egyik reggel, hogy akkor megyünk Izrael ellen, és szétkalapáljuk őket. Voltak ezek a moábiak, az amóniak és a maóniaknak egy része, meg a környékbeli törzsekből. Ez egy hatalmas nagy sereg. És egy hadjáratot indított Jósafát ellen. Hát most nem tudom,
hogy ezt így próbáljátok így még jobban elképzelni, hogy gondolom semmi ikőtök nem menne át a szomszédba, Ukrajnába, kritikus helyekre. Vagy nem tudok olvasni az arcotokból, mert annyira komoran és egyarcúan néztek, hogy konkrétan képtelenség bármit is leolvasni róla. Nem tudom, hogy a levesre gondolsz, vagy arra, hogy ráléptél reggel a kutyád lábára, vagy arra, hogy nem tudom, kényelmetlen a szék, vagy az, hogy ki az a srác. Nem tudom, de majd próbálok igyekezni olvasni. Segíteni fogsz? Köszi szépen. Jól van. Megbeszéltük. Szóval ebben a helyzetben egyikön sem menne át, gondolom, egy olyan helyzet. És gondoljatok bele, hogy abban az időszakban a háborúk nem volt, hát nyilván az ukrán helyzet sem szép, és nem térnék ki erre, de ott brutális kegyetlenség volt. Ott senkit, se asszonyt, se gyereket, semmit nem hagytak életbe. Ott lekaszaboltak, még csak nem is távol ilyen drónos fegyverrel, ott szemtől szembe kinyírtak és levágtak. Tehát azok csúnya dolgok voltak, semmi szép nem volt benne. És ebben a helyzetben ugye Izraelnek annyi esélye volt, hogy ő húzza a rövidebbet. És Jósafát, mint király, ebben a helyzetben, ahogy olvasok, nem akarom felolvasni az egész részt, nagyon tetszik, ahogy ember ilyen reagált. Jósafát, aki felelős volt azért a népért, nem csinált úgy, mintha. Nem csinált úgy, hogy na, majd én megoldom. Hanem emberként reagált. Félt, megrendült, és tanácstalan volt. És mindezt be is vállalta. Itt a 2 Krónika 23-ból emelném ki azt, hogy ezt le is írja az ige, hogy Jósafát ott félelem fogta el, és elhatározta, itt jön a lényeg, hogy ebben a helyzetben az örökkévalót fogja keresni. És ez nagyon tetszik, hogy annak ellenére, hogy emberként reagált és működött, ő nem adta át magát a félelemnek. Nem engedte, hogy ez hasson rá, nem tagadta le, nem játszotta meg magát, hogy ő nem fél, vagy bármi, de nem engedte, hogy ez irányítsa. És aztán jött az a történet, amikor Jósafát imádkozott, és Jósafát úgy imádkozott, én sem fogom az egész imát elolvasni, de konkrétan elkezdte emlékeztetni Istent. Így megmondta Istennek, hogy nem te ígérted ezt, nem te mondtad-e ezt, nem te garantáltad-e ezt egyébként, nem mi mondtuk neked, hogy ezt csináltad, nem te magad ezt garantáltad. És konkrétan kiöntötte Isten elé a szívét, vállalta magát Isten előtt, és ott nem csak Isten, hanem konkrétan, amikor az történt, hogy összehívta az egész népet, és úgy imádkoztak, hogy ott volt az egész nép, és Jósafát király, a vezető, akinek ugye ő nem lehet gyenge, ám azért jól tudjuk, nincs olyan, hogy gyenge vezető, vagy akkor viszlát, akkor majd leszavazunk a következő szavazásnál. Hanem Jósafát vállalta, hogy gyenge, vállalta, hogy fél, és ezt az imájában is elmondta. Imájában is elmondta, hogy tanástalan, és úgy imádkozott, itt van a 2 Krónika 20.12-ben, hogy Istenünk, elnézed ezt, és nem ítéled meg őket. Mert nincs erőnk, hogy szembeszálljunk ezzel a nagy hadsereggel, amely megtámadott bennünket. Nem tudjuk, mit tegyünk. Csak rád nézünk. És sokszor, mintha elfelejtenénk mi keresztények, mintha elfelejtenénk mi emberek lenni, embernek lenni. Mert látjuk, ott van előttünk a hosszú lista, hogy mi a keresztény checklist, és így ezt ki kell pipálni az összeset, és mire kipipáljuk, rájövünk, hogy ja, hát keresztények vagyunk, de emberek. Nem, pedig Isten embernek talált ki minket, tudtommal, legalábbis lehet, hogy eltévedtem valahol az információs rendszerben. Szóval, és egyébként mindez ráadásul úgy, hogy mintha el tudnánk rejteni egyébként magunkat Isten elől, így el tudnánk hitetni őt, hogy mi van, pedig ő átlát, és mert ő teremtett minket, sőt, ahogy kezdtem is, ő nagyon jó kedvel, tudatosan,
örömmel találta ki azt, hogy emberek legyünk, és embernek alkosson minket. Abban a gyönyörű egységben, ugye, ami maga az ember, abban a elképesztő komplexitásban egyébként. És Jósafát, ő egyébként bevállalta azt, hogy ember ebben a helyzetben. Bevállalta a kérdéseit, bevállalta a nem értemet. Bevállalta azt, hogy nem megy. És igazából nem cicomázta ki az érzelmeit, meg nem húzott rá az imájára egy ilyen ájtatos filtert, hogy így most nagyon keresztényül imádkozok, hanem így elmondta Istennek, hogy ez a helyzet, és elnézed ezt, nem ítéled meg, mi ez a helyzet? Mi az, hogy mi itt eleve látod, hogy nem is a mi hibánkból, mert egyébként Júda, ugye nem Júda a krónika előző részeiben, javítsatok ki a tévedek, de nem Júda kezdeményezte ezt a szétszakadást, tehát hogy nem ő volt a ludas, tehát egy olyan helyzetben volt Júda, meg az a Izraelnek az a fele, akik így csak így nézték, hogy mi van. És egy ilyen helyzetben, amikor eleve nehéz, eleve rossz, még jön az, hogy Isten megengedi, hogy egy háromszoros hadsereg jöjjön és kinyírjon minket. Találtad már magadat ilyen helyzetbe? Amikor, gondolom, egyik kötök se, én nem, nekem soha nem volt, amikor azt érzi, hogy eleve a padlón vagyok, és akkor utána, ja, hogy még van lejjebb. Ja, jóra, menjünk. Egy fene. Nem baj, majd csak vége lesz valahol, majd valahol megérkezek. És nem tudom, mi történik. Szóval, és ennek a helyzetnek, tehát hogy így értitek, meg érzitek, hogy kegyetlen nagy tétje volt. Tehát tényleg az, hogyha Isten nem avatkozik be, ott lényegében Izraelnek az a fele, vége, kanyec. És itt amúgy sok tízezres, sőt korábban egyébként olvasok, nem tudom, ez itt nem írja le egyébként a Biblia, hogy mekkora létszámú sereg ment ellenük, de például amikor korábbi krónikákban, hogyha olvassátok korábbi harcokat, ott olyan seregszámokról beszéltek, hogy 400 000, meg 500 000. Mi? Tehát hány lakos? Debrecen az olyan 240 000 lakosú talán. Gondolj bele, Debrecen lakosságának a kétszerese kiképzett, vérszomjas harcos megy ellened. Oké, gyertek. Megoldjuk. Jó. És az történt a következőkben, hogy az ima után, amikor így imádkoztak ebben a helyzetben, a Jahazielre, aki egy lévita volt, rászállt a Szent Szellem, és egy profetikus kijelentést adott, ami a Krónika 20:15-ből van, hogy ne rémüljetek meg, se ne féljetek ettől a nagy sokaságtól, mert ez nem a ti harcotok, hanem Istené. Holnap menjetek ellenük, mert az örökké való veletek van. Tehát, hogy ezután erre, gondoljatok bele, itt ez az égető helyzet, és ezután a nép leírja egyébként, hogy elkezdték Istent hangos énekszóval dicsérni, ha felkiáltolják, hangos énekszóval. Tehát nem ez a, de jó, akkor menjünk. Jarra. Nem ez történt. Elkezdték Istent dicsérni. Valószínű, hogy minden erejükkel, hogy azért kezdték el Isten dicsérni, mert ad egy valahogy elhitték, tehát hogy valahogy elhitték a prófétának, ennek a lévitának ezt a mondatát, hogy olyan egyértelmű volt, nem jöttek a nagy kérdések, meg a, hogy de várjál, mert ott egyébként a hírások azt írják, akkor még nem olvasták a Károlit, úgyhogy nem tudom, mit olvastak, de hogy mindesetre nem kezdtek el, hanem elkezdték Isten dicsérni, és ráadásul úgy hangos szóval, mint akik tudták, hogy ez a helyzet élethalál kérdése. Nem, nincs mese. És akkor így nem tudom, hogy amikor mi a saját, hát mondjam úgy, a saját háborunkat, saját életünk háborúit, a saját életünket komolyan vesszük, és amikor így esetleg azt érezzük, hogy élethalál kérdése van amúgy, akkor így
nem tudom, akkor, és ezt úgy mélyen leesik, akkor, nem, akkor szerintem kitör belőlünk az, és amikor felismerjük ezekben a helyzetekben, ezekben az élethalál helyzetekben az, hogy ebben egyébként megjelenik a mindenható hatalmas Isten egy ilyen emberileg felfoghatatlan módszerrel, meg megoldással, amiből még semmit se látunk, akkor így szerintem nagyon nagy kitörő örömmel reagálnánk. És aztán a következő, az ütközet napján az történt, hogy Jósafát a serege elé állt, és azt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem népe, higgyetek az örökkévalóban, istenetekben, hogy erősen meg tudjatok állni. Higgyetek az örökkévaló prófétáinak, hogy győzzetek. Miután így bíztatta a népet, Jósafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg élére. Újjon a férgese? Nem te hogy. Tényleg, odaáll, ez nagyon kemény szintén. El tudod képzelni, ott egy sereg, és nem a legerősebb harcosokat állít, hanem az énekeseket. Nagyon jó. Egészen zseniális gondolat. Tehát ők biztosak voltak, hogy Isten ezt mondta, akkor ez lesz. Szóval odaállította őket a sereg élére, hogy előttük vonuljanak. És ezt énekelték. Dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart. Oké. Egészen, ez engem tényleg lenyűgöz ez a történet, de ez biztos, hogy titeket is, most nem azért mondom, csak így egészen elképesztő az, hogy egy ilyen helyzetben így belegondolni pszichológiailag, emberileg ezt a helyzetet, hogy oké, hogy bízol Istenbe, és így tudod, tehát egy olyan nemzet, olyan kultúrában, olyan közegben nőttél fel, ahol kis csecsemő korod óta itatják beléd az összes történetet, amit Isten tett Izrael népének. Ugye a zsidó, akkori zsidó, vagy hát az izraeli kultúrában, és ez mind a mai napig így van, hogy ugye mesélik a történeteket, és akkor különösen, tehát az Izrael kimenekedésétől folyamatosan hallották és tanulták, hogy kicsoda az Isten. Tehát, hogy egyszerűen beléjük kivódott, hogy ki az Isten, és így belementek egy ilyen szitúba, hogy hát jó, akkor menjünk, énekeljünk elől, és nem gondolkoztak, valószínű, hogy hangosan dicsérték, és nem valami könyörgő nótát, nem tudom, énekeltek, hogy békét, uram, nem tudom, mondjuk ez az István a király, akkor ez a magyarok csinálták volna, mindegy, de hogy a lényeg, hanem dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart. És így Jósafát ugye azzal bátorította a népet, tehát bátorította is őket, hogy higgyetek neki, higgyetek a prófétáinak. Az egyszerűen fellelkesítette őket, hogy és nem mondta azt, hogy nem kezdte el magyarázni nekik, hogy nem félsz, meg ilyen, mit tudom, nem kezdett el úgy csinálni, de nem azokról beszélt, hogy elkezdett úgy csinálni, mint hogy ami van, az egyébként nincs. Csak ne arra fókuszálj. És ez alatt a történet vége, nem olvasnám tovább, az, hogy ugye Isten konkrétan, mielőtt, amikor Izrael vonult a csatatérre, előttük az énekesek, Isten egymás ellen haragította az ellenség népét, és konkrétan egymás kaszabolták le. Nagyon jó. És mire odaért Izrael, konkrétan mindenki halott volt, ezt írja az ige, és 3 napig tartott, mire a zsákmányokat összegyűjtötték. Konkrétan az állatokat, azt a rengeteg hadifelszerelést, ami nyilván egy ekkora seregnél, az tényleg rengeteg. Tehát valószínű, hogy több tonnyányi nemesfémről van szó, minden típusúról, meg nyilván vasról is, egy csomó rakat állatról. Tehát amikor egy ilyen hadjárat volt, az nem egy-két napos sztori, annak ellenére, hogy 2 oldalon olvassuk el a Bibliába. Tehát, hogy ezek elindultak Júda földjére, Jeruzsálem felé, egészen holtengernek a mögül, túloldaláról. Tehát, hogy lényegében ez egy sok hetes
út volt egy ekkora seregnek, és ott rengeteg állat, mire evett annyi ember, tehát hogy ez ilyen egészen elképesztő dolog. És több mint három napig tartott, egyébként Izrael is valószínű, hogy most annak ellenére, hogy most nem tudok számokat, de 500 ezer fős sereg ment ellenük, de mondjuk Izraelnek volt egy 100 000 fős serege. Vagy lehet, hogy kevesebb is, vagy Izrael, Júdának, tehát így a Jósafát serege kb. Ennyi számálhatott. Az is jóval kevesebb, tehát hogy nyilván ennyi mindent összeszedni, hát sok nap. Mindenesetre ezt a helyet úgy hívják azóta, hogy hálaadás völgye. Isten egészen elképesztő módon szabadította meg Izraelt úgy, hogy annyit kellett tegyenek, hogy hisznek benne, bíznak benne, és dicsérik őt. Konkrétan. És gondolom, mindannyian voltunk már kegyetlenül nehéz, kilátástalan helyzetben, amikor így vártuk Istennek a válaszát, a megoldását, és vártuk azt, hogy így, azt a megoldást, ami tényleg az van, hogy nem egy ilyen, tudod, hogy saját kultfőből kiástad az eddigi empirikus tudásod alapján, meg eleget olvastad az igét, és akkor az egyik szimpatikusabb eszedbe jutott, hanem így Istennek a válasz, amikor ő hoz egy megoldást a helyzetre. És amikor egy ilyen helyzetre jön ez a válasz, akkor az ember, engednünk kell, hogy az hasson ránk. Engednünk kell, hogy az beépüljön. Engednünk kell, hogy az ne ridegül reagáljunk rá. Hogy jön egy Isten válasza, hogy ó, én megszabadítalak téged, ez nem a te harcod, én meg fogom harcolni helyetted, és mi meg úgy reagálunk rá, mintha várnánk hétfő reggel 7 órakor a buszt. Hogy oké. És az ember egyébként ugye egy nagyon komplex lény, egy testlélek és vagy micsoda, testlélek és szellem, ugye, ez vagyunk, és a lélek az meg így, hogyha el kell magyarázni, az érzelem, értelem és az akaratnak a nagyon összetett, bonyolult, kusza, mégis megkomponált működése. És ezt az egész egységet Isten alkotta meg, ennek az egész egységnek a szépségét, hogy nem csak szellemi lény vagyunk, nem csak tudattól ilyen agyi lény, hanem érzelmi lény is vagyunk, testi lény, egy olyan lény, ahogy az agyunkban egy csomó helyzetre, az idegrendszerünk egy csomó különböző hormonokat termel, ami az egyik hormon a boldogságért felelős, a másik meg egyébként a félelemért felelős, és mindez meg kihat a lelkünkre, és egyébként aztán van a szellemünk is, mert életre kelt, amikor találkoztunk Istennel, és az meg visszahat ránk, és már rég elvesztünk abba, hogy működünk, mert a pszichológia próbálja megérteni, de további sok sikert neki. Sok mindent ért, és egyébként tök érdekes, mert egy csomó kutatás van ilyen dolgokról, például az egyik nagyon érdekes dolog, hogy Gerald Hüther, német neurobiológus a kutatásai során bebizonyította azt a tényt, hogy az agy felszabadult éneklés közben alapvető, a jó közérzetért felelős hormonokat termel, amely kizárja a félelemért és depresszióért felelős hormonok működését. Ez Isten találta ki. Elképesztő. És hogy így sokszor így annyira fontos szerintem, hogy kivegyük magunk, valahogy, amikor ezeket így halljuk, meg ezeket a történeteket halljuk, tehát Izraelbe akkor még nem volt ez a német neurobiológus, aki elmondta nekik, hogy na hát kezdjetek el énekelni, mert egyébként olyan hormonokat fog termelni az agyatok, ami miatt egyébként nem fog berezelni az énekes csorda a sereg élén, hanem nem tudták ezt. Viszont valahogy reagáltak Istennek a szavára, elkezdték ezt csinálni, és működött.
Valószínűleg elkezdték Isten dicsérni, és nem csak valami, mit tudom én, jó kis magyar nótát, talpalávalót, ami jó kedvre deríti az embernek a búskomor lelkit, hanem elkezdték egy igazságot énekelni, hogy dicsérjétek az örökkévalót, mert az ő hűséges szeretete örökké tart. Megyünk a háborúba, dicsérjük az örökkévalót, mert az ő hűséges szeretete örökké tart. Megyünk a háborúba, de dicsérjük az örökkévalót, és így egyébként egy csomó feljegyzés van arról, erről is olvastam, amikor készültem, hogy konkrétan a világháborúban, nem a zenekari árokban, hanem a katonai árokban, ott a katonák csomószor énekeltek. És pont azért, hogy elűzzék a félelmet. Tehát, hogy ezek nagyon olyan dolgok, amik kapcsán, vagy... Én a dicsőítésnek a lényegére szeretnélek benneteket bátorítani, hogy amikor van az a helyzet, hogy így egy nehéz helyzet van, ahol legszívesebben, és a legkönnyebb, az ember nagyon könnyen megy egyébként a könnyű ellenállás felé, ilyenek vagyunk. És sokszor egy nehéz helyzetben amúgy a könnyebb ellenállás, amúgy menni a félelem, a bánat, a csüggedés felé, ilyenek vagyunk. Nem tudom, egy átlagosan lehet, hogy vannak ilyen nagyon extrém, pozitív beállítottságú emberek, akik így egyszerűen ösztönösen pozitívat látnak mindenben, akkor nem tudom, sokat kell velük beszélgessek. Én legalábbis olyan vagyok, hogy sokkal könnyebben megyek, amikor behúz a csőbe valami, nem tudom, nehéz helyzet, akkor alig bírom magamat kirángatni. És így beállik egy ilyen mirelit lelki állapotba, aztán várom, hogy felolvasszam valami, jégbő vagyok, na mindegy. De hogy mindesetre a... Bocsánat, csak. Mindjárt csak valamiért ellapozott a laptopom, és nem akar visszaállni a helyére. Jó. Szóval... Szóval, igen. Amikor dicsőítesz, arról beszéltem, hogy Isten ezt az egészet kitalálta. És csomó olyan nehéz helyzet van, ahol hát, hogy csak ennyit kell tennünk, hogy elhisszük, amit éneklünk. Elhisszük azokat a sorokat, amiket éneklünk. Komolyan vesszük, és hagyjuk, hogy az hasson ránk. Hagyjuk, hogy az elvégezze azok az igazságok, amiket kiéneklünk. Amiket kiéneklünk, hogy semmi sem választ tőled el, Jézus, sem magasság, mélység nem szakíthat el szerelmettől. És hagyjuk, hogy amikor ezt énekled, vagy motyogod, mindegy, nekem az is jó, akkor az nem fair, tehát olyan nincs, hogy nem tudsz énekelni, mert valamivel kinyögöd, nincsen hangod, mert valamivel kinyögöd az, hogy nincsen hangom, tehát hogy van. Ezek szerint, szóval amikor ezt énekled, engedd, hogy hasson rád, hasson a szellemedre, engedd, hogy igazságá váljon, engedd, hogy abban a helyzetben, amikor az van, hogy nincs válasz. Abban a helyzetben, amikor azt garantálta a cég, hogy majd gyógyulás jön, és nem jött. Abban a helyzetben, amikor arról van szó, hogy imádkozzatok a betegeitekért, és imádkoztál, és meghalt. Vagy abban a helyzetben, amikor volt valami, hogy igen, ez ráálltál, pöjtöltél, benne voltál, harcolsz érte évekig, és nincs válasz. Sőt, azt érzed, hogy egyre távolabb vagy a megoldástól. Abban a helyzetben vagy, hogy eleve gyenge vagy, eleve forgatod a szemed, amikor imádkozni kell. Mert azt érzed, hogy mégis mit mondjak még? Már ezerszer elmondtam neked, Istenem. Ezer egyedik verzió már nincs. Nincs ötletem már, hogy most elsőre milyen atya vagy. Elsőre nem hallottad. És ebben a helyzetben aztán jön még az ellenség, és bum, beléd rúg még egyet. Isten kíváncsi erre a helyzetedre.
Isten kíváncsi arra, hogy ebben a helyzetben mi van benned. Kíváncsi arra, hogy ebben a helyzetben ne a manéros imáidat mondd. Ne húzzál egy ilyen szép filtert, ilyen kicicumázott szavakkal az imáidra. Hanem vállald be, hogy Istenem, tudod mit? Nem akarok imádkozni. Ismered a szívem, tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy ki vagy, vagy azt hiszem, eddig azt hittem, hogy tudom, hogy ki vagy. És nem tudok neked már mit mondani. Nincs mondani valóm. Jó lenne, ha inkább te beszélnél, vagy te mondanál valamit. Ebben a helyzetben vállald, legyél úgy, akár itt a gyülekezetben legyél így Isten előtt. És énekelt ebben a helyzetben azt, hogy nem tudom melyik dalt. Hogyha nem azt a dalt ismered, hogy semmi sem választ, akkor ebben a helyzetben énekeld azt, hogy a szívem áld, és hála tölti be. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Pedig nem látod. Csak szeretnéd. Szeretnéd látni. És fogod. Nem tudom, hogy hogy. Fogod. Mert Izrael látta. Ők nem tudták. Izrael nem tudta, mi vár rájuk a hálaadás völgyén, amit utólag elneveztek így. Nem tudta. Nem szaladt előre senki, aki aztán visszarohant és megmondta nekik, hogy srácok, ezek haladtak mind. Nincs semmi baj. Most már énekelhettek hangosabban. Nem tudták. Hosszú út tartott odáig. Hosszú út. Nem tudom mennyi. Szerintem több napos. Lehet, hogy a te utad több éves. És nem tudod, hogy mi vár rád, ahova tartasz. De énekeld. Kapaszkodj bele, mert miben másba tudnál kapaszkodni. Ezzel szerettelek volna benneteket bátorítani, és remélem, hogy bátorítás volt. Én hiszem azt, hogy ha egy kis részét is értettétek a szívemnek, meg azt, amit szerettem volna nektek átadni, az annak nagyon örülök. És tényleg azt szeretném, hogy a legjobban azt szeretném, hogy merj, ne keresztény, merj ember lenni Isten előtt. Ne fozd meg Istent magadtól. Ne fozd meg Istent attól az embertől, aki te vagy. Isten úgy is látja. Engedd, hogy közel kerüljön. Ahhoz a örömhöz, ha örülsz, engedd, hogy ahhoz kerüljön körül. Akkor azt. Vagy hogyha fájdalom van, meg ilyen értetlenség, meg éppen ilyen extra magyar módban vagy, akkor engedd, hogy ahhoz kerüljön közel. Ha sírva akarsz vigadni, akkor itt a pálya. De hogy engedd, hogy ez a dicsőítés alatt megtörténjen. Engedd, hogy azok a sorok, amiket énekelsz, amikor énekeled, tök mindegy, hogy éppen szépen énekli a dicsapat, vagy nem. Attól még igaz. Ha én ezt az egészet dadogva mondtam volna el, unalmas lett volna, és mindenkinek fájt volna a fejed, attól még igaz. Oké? Szeretlek benneteket, a jó Isten áldjon meg mindenkit, amen.